Hát nekem ez most adja magát, mert Heizler András az előbb a történészek felelősségéről és a kibeszéletlenségről is szót ejtett. Miklósi László a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét! Miután a magyar iskolai történelem oktatásról fogunk beszélni, a mi mostani történelem tananyagunk alkalmas arra, hogy megbeszéljünk egymással a dolgokat a múltunk nehéz kérdéseiről? A tananyag sok lehetőséget adna erre, de több gond van. Az egyik az idő. Lesz-e rá idő? A másik a tanár. Hogy ő mit gondol erről? Hogy mit gondol és belemere vágni, meg bele tud-e vágni. Tulajdonképpen egy egyéni és társadalmi felkészültség kérdése. Készek és képesek vagyunk-e erre? A történelem tanárok egylete legalább 15 éve szorgalmazza, hogy végre beszéljük meg közös dolgainkat, közös traumáinkat. Mert az osztályban egyetlen egy gyerek nincs, akinek a családja ne hordozna nagyon súlyos traumákat, általában többet is. Aztán persze lehet, hogy épp a pult két oldalán voltak egy-egy helyzetben, akár már a pattársak fölmenői, akár a holokauszt idején, akár 56 idején, vagy máskor. Élez még az osztályokban? Amikor én gyerek voltam, akkor voltak történetek még, amikről suttogva beszéltünk egymás közt. Ma van még ilyen téma a diákok között? Hát például tudok olyan történetet, hogy aminap azt mondta az egyik gyerek az egyik osztályban, 56 kapcsán, hogy az én, azt hiszem, nagyapám ávós volt. És akkor erre ott rögtön megbizserdült, hogy ezt a lehetetlen szót mondjam néhány gyerek az osztályban. Tehát lennének olyan helyzetek, ahonnan el lehetne indulni, holokauszt kapcsán is, 56 kapcsán is, bármilyen más téma kapcsán is el is kellene. Ehhez például idő kéne. Mennyire feszített tanterv? Így van. Meg néhány más feltétel. Nagyon fontos lenne, hogy végre kezdjük el. Na most ehhez képest, amit hozott, az, ha jól sejtem, egy atlasz? Nem, sajnos az atlasz nincs nálam, hanem néhány gondolat. Aha. Azt hittem, hogy ez egy egész tankönyv, de csak nem, egy mappa. Nem. Innen úgy látszott. Ugye az a problémájuk, hogy olyan tankönyvekből és olyan atlaszokból kell tanítani a diákokat, amik erre olyan nagyon nem alkalmasak, de most már az érettségén nem is lehet majd mást használniuk például. Tehát bele is lesznek kényszerítve, hogy azt a rosszat használják. Igen, nagyon-nagyon fontos tisztázni, mert nagy a félreértés. Idén, ebben a tanévben még bármilyen atlasz használható az érettségén. Most arról van szó, hogy a mostani 11. évfolyamosok vagy fiatalabbak, akik nem idén érettségiznek, hanem később, ők mit használhatnak. Idén például, hogyha valaki egy jobb atlaszt használ az érettségén, és ezért jobb lesz a történelem eredménye, és mondjuk egy év múlva ugyanarra az egyetemre felvételizik, mint a társa, aki a rosszabb atlaszt használja, és neki rosszabb lesz az eredménye, akkor szabályosan hátrányba, versenyhátrányba kerül a jövőre érettségiző, vagy kerülhet azért. De várjon, ennyire rossz az atlasz? Ennyire rossz esetenként. Tehát Mohács Ukrajnába kerül, és 1526 meg a 20. században? De például a térbeli tájékozódás messze nem segíti annyira, mint egy másik atlasz, holott az atlasznak ezen a létező legfontosabb feladata, hogy a tájékozódás segítse. Illetve bizonyos érettségi témákra csak részben lehet fölkészülni az atlasz segítségével. De itt ez az atlasz a jéghegy csúcsa. Tehát mi azt kérjük, azt javasoljuk, ha tetszik, követeljük, hogy jövőre és később is lehessen szabadon atlaszt választani. De nem csak az atlaszokkal van probléma, hanem számos tankönyvvel is, ahogy ezt a nézők tudják, és nem is csak történelemből. Ugye hosszan sorolhatnánk azokat a történelemkönyveket, amelyekről köztudott, hogy mennyi gond van velük, de a minap éppen 8. földrajzkönyvről derült ki, hogy egy karikatúrának szánt képen, hát finoman szólva megtéveszti a gyerekeket, amikor az az üzenet, hogy az Európai Uniós forrásokból nem jut Magyarországnak. Ez a magyar, az a malacos, emlékezik a kedves nézők. Nem jut neki forrás, és a dolognak az a szépsége, hogy ezt a könyvet Európai Uniós forrásból fejlesztették. Tehát finoman szólva az ellentéte az igaz. Lehet, mert ezért nem jut másoknak. De éppen ezért, hogy a diákok a lehető legjobb módon tanulhassanak, azt szeretnénk, hogy lehessen szabadon tankönyvet választani,
És ezért egy aláírásgyűjtést indítottunk. Tavaly is ezt tettük, tavaly 10 000 aláírással értük el, hogy az idei érettségizők bármelyet azt használják. A tegnap indított újabb aláírásgyűjtésünkön már az első nap meghaladta az 1000-et az aláírók száma a szabad tankönyvválasztásért és a szabad atlasz választásért. Van egy olyan, hogy Történelem Oktatók Szakmai Egyesülete. Így van. Velük milyen a viszonyuk? Ugye ez Rétvári Bence diadalitas sajtóközleményéből lehetett megtudni, hogy majd ők a kormányzattal megoldják ezeket a problémákat, amiket ön is sorol most. Mi szakmai együttműködést kínáltunk ennek a szervezetnek, amikor tudomást szereztünk arról, hogy megalakultak. Nyilvánvaló módon, amíg egy országban vannak civil szervezetek, addig akár ugyanannak a témakörnek is lehet több civil szervezete. Hajrá! És az együttműködést ők elutasították? Nem, így szavakban nem utasították el, mi nyitottak vagyunk az együttműködésre. Van jobboldali, meg baloldali történelem tanárok egyesülete? Ha nem is ezen a néven? Tehát, hogy ez a fajta megosztottság, ami egy politikai, pártpolitikai megosztottság sok esetben csupán, ez megjelenik a történelem oktatásban, vagy annak a nézőpontjában, hogy jó-e egy tankönyv? Szerintem olyan szervezet, hogy baloldali vagy jobboldali, én nem nevezném így, szerintem ezek a fogalmak sem használhatók. Azt mondhatjuk, hogy amelyik megértőbb a kormányzat oktatás politikájával, vagy kevésbé megértő, ezt mondhatjuk. És a kormányzat úgy is áll hozzájuk, ahogy ez így a előző mondatos leírásából kinéz? Nyilván a kormányzattól kell megkérdezni. Hát azért azt önök tudják, de, tehát, hogy kivel ülnek le és kivel nem, az látszik. Hogy mondjam csak? Szóval mi számos esetben, jeleztük, hogy készek vagyunk az együttműködésre a kormányzattal partneri alapon. Mire azt mondták, hogy menjünk be a kerekasztalba, ami nem egy igazi forma. Tehát magyarul, ha egy igazi forma lenne, mi bemennénk. Hogy a másik szervezet hogy csinálja, arra nyilván ők kompetensek, de azért az például, hogy ki mit gondol arról, hogy legyen-e választható tankönyv, vagy ki mit gondol arról, hogy meg kell-e beszélni a közös problémáinkat? Vagy ki mit gondol arról, hogy jó-e úgy a kerettanterve, hogy most van, vagy kevesebb ismeretet kellene tanítani? Ezek alapvető szakmai kérdések, és szerintem ezen van a hangsúly. És azt tartom, hogyha valaki például azt mondja, hogy a tankönyv hibás, akkor másik tankönyvet lenne jó használni, hogyha valaki erre azt mondja, hogy ez a kormány elleni támadás, akkor tévúton jár, mert ez egy szakmai bírálat. Kívánom, hogy legyen jó tankönyvük a diákoknak, önöknek meg idejük a nagy kérdéseket megbeszélni velük. Köszönöm szépen.